Izsák ekkor bevezette Rebekát anyjának, Sárának sátrába, és feleségül vette Rebekát. Izsák megszerette őt. Amikor Ábrahám ereje kezdett fogyni, nem akart úgy elmenni a földi világból, hogy ne gondoskodna Izsák számára hozzáillő feleségről. A mai szexcentrikus embert az érdekli elsősorban, hogyan működik társa az ágyban, és ettől teszi függővé a vele való kapcsolatát. Izsák és Rebeka házasságát az Úr készítette elő. Imádság, hit és Istentől kapott vezetés alapján jött létre. Milyen elvárásai voltak Izsáknak a leendő mennyasszonnyal kapcsolatban? Az, hogy szép arcú legyen, hajadon legyen, jó szívű és szolgálatkész, a lelke pedig szép és élő hitű. A Biblia csak tömören írja le. Izsák elvette Rebekát, az felesége lett, és Izsák megszerette őt. A társat az Úr adja, de nem vagyunk megfosztva minden döntési jogunktól. Biztosak lehetünk benne, hogy ő a legjobbból ajándékoz meg minket, ha teljesen őrá bízzuk magunkat.